Sziasztok, Joanny vagyok, üdvözöllek a csatornámon, ismét egy költözős videóval jöttem, még pedig a második részével. A mai részben azt láthatjátok, hogy elkezdtük kifesteni rózsaszínre a szobámat, de előtte még megmutatom nektek, hogy sikerült beszerelni a klímákat, úgyhogy nézzük is. Itt láthatjátok, most már a klímákban vannak szerelve, viszont mellette a fal az... Bocsik, én a kutyák ugatnak, biztos belehallatszik. Szóval mellette a falat azt elég rendesen el kellett intézni ahhoz, hogy működjön a klíma beszerelése. De nem baj, mert ugye az még nincsen lefestve, csak fehérre volt, és akkor hát az a terv, hogy ma rózsaszín lesz. Izgatom, hogy vagyok, illetve annyi változás történt a legutóbb videó óta, hogy ide csináltunk egy ilyen szekrényt, ahol alulra be lehet rakni ott a dolgokat. Ezt a csövet ezt mindenképpen le szeretném majd festeni fehérre, meg még van itt, amit be kell fejezni. Megmutatom a másik szobában is, ott is felkerült most már a klíma. Ott is ide felkerült, itt is ugyanez a helyzet, hogy a falat azt majd rendbe kell hozni. Hát meglátjuk, hogy meg tudjuk-e ma csinálni, mert elég sokáig szárad a javítás. De reméljük, hogy ma ez már sikerülni fog. Ott is van egy kis javítás, de legalább bent vannak a klímák. Illetve itt a fürdőszobát lehet most már jobban megnézni. Igaz, hogy elég koszos, mert nemrég szerelték be az új boilert, és még azóta nem tudtam kitakarítani, nem is voltunk itt azóta, úgyhogy most már van meleg víz a lakásban, ez az újdonság. És akkor ugye, mit van még, amit ez az egész fürdőszoba az fel lesz újítva, remélhetőleg hamarosan, áprilisban, de ezt már mondtam nektek. Úgyhogy kezdjünk is neki a dolgoknak ma. Még ezt szerettem volna nektek megmutatni, hogy vettünk egy asztalterítőt, egy ilyen szép zöldet, és ugye itt a lila falhoz egyelőre ez az asztal fog maradni. Ez egy örökségem, a nagymamámé volt ez az asztal, és ki lehet nyitni. Úgyhogy így nagynak tűnik rá az asztalterítő, még a cetlit le se szedtem róla. De hát reméljük, hogy ha kinyitom, akkor pont jó lesz. És egyelőre azt beszéljük, hogy akkor itt az előtér lesz az étkező, de aztán majd meglátjuk. Szóval ez a rész még mindig szárad, úgyhogy itt ezt a falat egyelőre nem tudjuk kifesteni. Igen, ezt itt én mondtam, hogy nem tudjuk kifesteni a falat, de Barom az másképp gondolta, ő úgy gondolta, hogy kifesti a körül, a rész körül, ami még nedves, és még nem lehet megcsinálni, ami szerintem nem volt a legjobb ötlet, mert ugye ezt még le kell csiszolni, és akkor koszos lesz a fal, és ezért nem szerettem volna azt a falat lefesteni, de meg azt mondta, hogy másképp nem tudja, hogy elég lesz-e a festék. Úgyhogy végés ezt lefestette, de körbe, úgyhogy majd azt fogjátok látni, ne lepődjetek meg, hogy mást mondtam. Tehát ez a fal egyelőre marad, és akkor most foglalkozunk a többivel, meg a csövekkel, meg itt van még, ami nincsen megcsinálva, azt hiszem az ajtó mögött. Igen, ott még van egy kis sárga, ezt megcsinálom. És igen, azt akartam mondani, hogy itt vannak a kutyák is. Most, mert nem tudtok őket otthon hagyni. Úgyhogy nem tudom, mennyire tudok videózni. Most látszik, hogy milyen lett megszáradva, amit lefestettem el az alkalommal. Szerintem jó lett. Megpróbálom nektek itt most alámondani, mi történik. Párom kijönti a rózsaszín festéket, bár valószínűleg látjátok is. De lássuk, hogy milyen így, hogyha alámondom a dolgokat. Hát itt nem mondunk amúgy semmi mást. Itt pedig azt láthatjátok, hogy elkezdett festeni, illetve elég sokáig szórakozott még. Ez volt az első alkalom, hogy ugye felvette a festéket, úgyhogy itt láthatjátok az első vonalat a falon, ezt szerettem volna felvenni nektek. Ja, mondtam, hogy ezeket a nagyobb részeket ő csinálja majd, én meg a kisebb dolgokat körbe-körbe, meg mindenféle ilyesmit, de majd úgy is látjátok. Elég gyorsan haladt, illetve hát én is haladtam közben, úgyhogy azért váltottam ilyen gyorsan. Közben én mutatom, hogy mivel haladtam, ez fehér lett.
Most pedig ez a rész fog következni, ugye itt még az alja a sárga volt. Itt amúgy mutatom, hogy elkezdtem festeni ezzel a kis görgővel, de végül nem ezzel csináltam meg, mert ezzel egy évig tartott van, hanem ecsettel, ami sokkal gyorsabb volt, mert ez a fal, ez annyira lukacsos. Azt hiszem, itt mindjárt mutatom közelebbről. Igen, itt láthatjátok, hogy annyira lukacsos, hogy nagyon nehéz volt festeni. Így néz ki most, jelenleg tudom, hogy csíkosnak tűnik, de ne aggódjatok, mert ha szárad, ez eltűnik. Szóval megcsináltuk nagy részét a rózsaszínre. Itt én megcsináltam a szegélyeket. Meg itt az ablaknál körbe. És elfogyott a festék, úgyhogy ez a fal, ez nincs még megcsinálva. Meg lehet, hogy két réteg fog kelleni. Most azt nézzük. És lehet, hogy kell vennünk még egy adag festéket. Pláne azért, mert ott is van még egy jó adag. Te mit szeretnél? Tiszta festékes leszel. Ő meg itt nyuszizik. Jól van, nyuszi. Jól van. Másik is. Jól van. Jól van, jól van. Oké. Nem szabad festégesnek lenni, hallod-e, kutya? Kutya. Na, szóval itt tartunk most. És innen fogjuk folytatni a következő alkalommal. Illetve még maradt ennyi festék. Úgyhogy most épp azon gondolkozom, hogy ez mire elég, mert nem szeretem pazarolni a festéket. Ugye itt már körbefestettem azt, az ablakot, meg itt a keretet, meg ott lent is megcsináltam. Most gondolkozok, hogy ott a létra melletti részre esetleg, vagyis mögötti részre esetleg elége. Kutya az így random fog egyet, meg ki akar menni, ki van a párom. De próbáljuk meg, nézzük meg, hogy arra elége ez a picike festék, ami még itt maradt. Kész is van, és elég is volt, úgyhogy nem tudom, lehet, hogy... Ups! Lehet, hogy még meg kellett csinálni a radiátort. De mindig van benne ennyi, szóval ki kéne használni. Meg gondoltam, hogy még ott esetleg a szegélyt előre megcsinálom. Nézzük meg! Lili, menjél ki, mert rózsaszín leszel. És festünk éppen. Kimész? Na nézi. Na, menjél ki szépen. Még kijebb. Menjél. Futi ki. Lili. Na, gyerünk. Na, tup. Tiszta kosz minden tőlük amúgy, de nem baj. Nem baj, még úgyis takarítani kell. Az majd egy következő új videó. Ném! Ott marad. Ott marad a Lili. Szia Lili, nagyon csuki vagy. Üres. Ez is teljesen üres. És végül ennyit sikerült belőle kifestenem, ott a végét nem. Úgyhogy annyi hiányzik. De itt megcsináltam a radiátor mögött, meg hát odáig elfogyott teljesen, úgyhogy most már tovább nem tudom csinálni, de úgyis mivel még ezt be kell fejezni, ezt az egyet, meg ugye vannak még lukak ott. Hát szerintem, ha jól megszárad, és nem kell még egy réteg, akkor elég egy akkora, vagy akár még kisebb is. Meglátjuk. Próbálok nektek minden héten jönni ilyen videókkal. Sajnos egy hét alatt csak ennyit tudtunk haladni. Az is egy kicsit megnehezítette a dolgokat, hogy jelenleg zárva van a festéküzlet, és ez zárva lesz 18-áig. Úgyhogy ezen a héten nem is biztos, hogy fogunk tudni bármivel is haladni. Pedig jó lett volna, hát nem tudom, akkor lehet, hogy jövő héten nem lesz belőle videó, mert ugye nem tudunk haladni, úgyhogy nincs festék. Esetleg még el tudunk menni megnézni, hogy megszáradta most már a fal, és akkor a zöldet ki lehetne javítani. Viszont elég sok mindent csináltunk mostanság, elég fáradtak vagyunk mind a ketten, úgyhogy azon gondolkoztunk, hogy lehet, hogy most ezt a hosszú hétvégét ezt pihenéssel fogjuk tölteni.
Megpróbálok akkor nektek most már egy szimszes videót összevágni, mert talán ez a hét, ugye ez a 3 napos hétvége most már egy picike időm lesz, és így is, hogy nem megyünk a házhoz folyamatosan, hanem akkor most egy picikét pihenünk. Úgyhogy remélem, hogy lesz időm. Van amúgy szimszes videó, amit felvettem, és szeretném összevágni, csak egyszerűen nem jutok el odáig. De biztos láthatjátok, hogy az angol csatornámon sincsen videó, tehát nem jutok el odáig, hogy összevágjak egy videót, de nagyon szeretnék most így ezen a hosszú hétvégén ezzel foglalkozni. A videó végére még bevágom nektek a kutyák ismerkedését a kerttel, hogyha szeretnétek egy kicsit nézegetni. Ugye kinni a kertben is voltak, szóval nem arról volt, hogy nem engedtük ki a kertbe, csak az a helyzet, hogy van a szomszédban egy kicsit veszélyesebb kutya, és a kerítés az egy kicsit gyengébb néhány ponton, ezért nem engedjük őket ki egyedül, hanem csak úgy, hogyha ha mi is ott vagyunk. Az a kerítés az majd meg lesz csinálva valószínűleg nyáron, vagy nem tudom még mikor, de addig is egyedül semmiképpen nem szeretném őket kiengedni, mert nagyon-nagyon féltem őket, de tényleg nagyon, úgyhogy... Úgyhogy nézzétek őket! Ahogy felfedezték a kertet. Igaz, hogy nem először, de úgy csináltak, mintha most lennének ott először, úgyhogy higgyétek, hogy most voltak ott először. Ali, gyere! Szia! Tetszik! Szia! Tetszik! 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 Szia, mamu! Tetszik neked is! Tetszik! Azt mondom, hogy nekem nagyon tetszik! Mitől ijedtél meg? Ti vagytok a tyúkok! Ti vagytok a tyúkok! Igen! Tyúkok lettetek! Hát gyere körbe ott! A Molly kitalált, te is ki tudsz. Hogy kell kijönni onnan? Gyere! Nem itt! Ne! Baba Mazsola, arra! Azaz! Valancság! Molly, te hogy mentél be oda? Molly, gyere! Molly! Gyere csak vissza! Gyere csak vissza! Hogy mentél te oda be? Lássam! Gyere! Bozott!